Az itt jelenlévő emberek nem sértenek jogot azzal, hogy itt egy magánlakásban tartózkodnak. Azzal nem, de hogyha majd megjön a végrehajtó... Kést hozzatok, siess! Nem lesz egyszerű a rendőrségnek ide bejutni, megint előállítás lesz ebből. Ha engedjük, hogy kilakoltassák, ez a nő bele fog halni. Azzal indokolják, hogy a két unokáját befogadtam, de pár hétre. Az én lábamat láttam, amikor feketedett megfelelt, mikor levették a lábamat. Hát ugyanúgy nézett a gyereknek a lába. Uh-huh. Én attól féltem, hogy le fogják venni a gyermeknek a lábát. Zerint, aki a bent van, az jöjjön be! Gyerünk befelé! Ezért a lakásért mindent életében megszemlettem. Két-két feküdtem az ügyelmi osztályon. Hát mit kérdenek, aki tisztességesen, becsületesen fizet? Én arról nem tennek, hogy a vízdíjat. Nem tudták a nevemre, nem tudtok leolvasni. Nekem kellett sírva imádkozni, telefonon. Ember, eltöröd a ketrem! Nem tudom. Valaki ide adta a kezét a házra, és a szociális ellátásra területű szolgáltatástól jöttem. És kell a néni nyugdíja? Kilakoltattak egy 68 éves mozgássérült asszonyt a 15. kerületben. Az akciót a koppánycsoport tagjai próbálták megakadályozni úgy, hogy az ajtóhoz láncolták magukat. Az idős nőnek azért kellett mennie, mert az önkormányzati bérlakásába önkényesen fogadta be lányát és unokáját, és a vízszámlával is elmaradt. A végrehajtó cég képviselőit a rohamrendőrség kísérte be a házba, aminek bejáratát a koppánycsoport elbarikádozta. A kilakoltatott nőt végül egy szociális intézetbe vitték, unokája megszökött. Az önkormányzatnak van egy olyan kitétele az ilyen önkormányzati lakásokkal kapcsolatban, hogy más nem fogadhat be. A néninek novemberben kilakoltatták ugyanebből az udvarból a lányát, és nem tudott hová menni télvíz idején, így befogadta őt és a fiát. És ez szerepel a papíron, hogy ez szabálytalan volt.